megmenekült egy színház, ami valljuk be őszintén valaha bezárásra volt ítélve. Ez a szakmai és baráti társaság egy vételi ajánlatot tett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, az MNV ZRT részére, majd az egész Kft-t 3,1 millió forintért vásárolhattuk meg. Amit mi vásároltunk, az elsősorban 10-12 millió forint kötelezettség. Amikor a végelszámolás megtörtént, akkor pozitív volt a számlája a cégnek. A kötelezettséget, hogyha kivonjuk az eszközállományból, mínuszos összeg jön ki a végén, így tehát ez a pénz elment. Ha azt állítja a Játékszín új vezetője, Németh Kristóf, hogy több volt a kötelezettségvállalás és a kifizetni való, mint amennyi pénz és eszköz a számláján volt a Játékszínnek, amikor ön átadta, akkor ebből mi lehet az igaz ön szerint? Ebből semmi nem igaz. Én a Játékszínt hiánytalanul adtam át augusztus 1-én. Augusztus 8-án aláírtuk az összes dokumentumot a végelszámoló és én, hogy semmiféle pénzügyi probléma nincs a színházban, és mindent hiánytalanul átadtam. 6-7 millió forint TV-tartozás a NAV felé. Ez olyan TV-tartozás, amit a cég akkor csinált, amikor még TB-t fizetett dolgozói után, tehát ezek mi nem lehettünk, ugye? Talán ez így logikusan hangzik. Úgyhogy ez például egy 6-7 millió forintos tétel. Most kaptam meg a Hofra levelét a minap, a szerzői jogok, a ki nem fizetett szerzői jogok tekintetében milliós tételről van szó. Hát ezt sem csinálhattuk mi, ugye, mert eddig még nem volt előadás. Én természetesen minden dokumentumot megőriztem ezzel kapcsolatban, és azt hiszem nem követek el, hogy mondjam, jogtalanságot, hogyha a vagyonkezelő ZRT búcsú leveléből egy részletet felolvasok. A korábbi felelős gazdálkodás azonban a színház megszüntetésének folyamatát is megkönnyítette, hiszen azáltal, hogy a színház készpénze és egyéb vagyontárgyainak valós értéke meghaladta azt az összeget, amivel tartozott, lehetőséget adott a tulajdonos számára a végelszámolásra. Így a társaság rendelkezett elégséges forrással minden színész és egyéb alkalmazott, valamint az összes szállító számláinak kifizetésére. Ki írja ezt a levelet? Ezt a levelet Horváth Gergely Domokos úr, a Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója. Be tudom mutatni a levelet, tessék. Akkor most vettetek egy veszteséges céget, amin van minimum 10-12 millió forint tartozás, évente 5 millió forintot ki kéne termelni csak arra, hogy bérlitek ezt a helyet. Mi ebben a biznisz? Az értékmentést azt én értem, de Mi ebben az üzlet? Igen. No hát, erre azt a példát tudnám mondani, amikor és a legnagyobb tisztelettel, amikor egy repülőgép repülő, van egy sajtótájékoztató, és felteszik azt a kérdést, hogy lehet repülni? Hát az ember nem tud repülni. Hát az ember nem repül. Na most ez ugyanolyan kérdés, hogy lehet ezt jól csinálni? Szeretnénk ezt megmutatni. Ebben az országban mindenki ért, ugye a focihoz azt tudjuk, de a színházhoz is azt gondolom. Tehát mindenki tudja, hogy kéne csinálni. Nagyon szeretettel fogadjuk a tanácsokat és köszönjük szépen, mi meg szeretnénk azon az úton menni, amiben nem mi hiszünk.